Sziasztok! Jöjjön egy reakció videó a reakciótokra, amit a reakciómra adtatok, vagyis nem az enyémre, hanem a Luffy-ra az előző videóban. Tudjátok, az, ami nedvesedik belülről, ugyanis nem egészen igaz az a magyarázat, amit akkor elmondtam. Vagyis de tényleg nedvesedik, ez a része rendben volt, az a része nem volt rendben, hogy mitől hűl le a gumi. De hát pont ezért szeretem a szertár videókat csinálni, ugyanis nagyon sok vlogger megirigyelhetné azt a közönséget, ami a szertárnak van. A legtöbb helyen, hogyha valami félremegy, akkor rögtön ilyen reakciók születnek, hogy hogy lehet, hogy ekkora s***e, ennyit nem tud és így csinálja ezt a videót, ekkora b***mot! A szertárnál viszont teljesen konstruktívan álltok a dolgokhoz, és rengeteget lehet belőle tanulni. De mielőtt megnézzük a helyesbítést izgalmas hőkamerás felvételekkel, jöjjön néhány egyéb komment. Gergő írja például, hogy nem elég pontosak az utasítások. Beleragadt a farkam. Mit is mondtam az előbb a szertár közönségről? Lehet, hogy visszavonom. Nézzünk inkább egy másik kommentet. Love Forever kérdezi, hogy kölcsön kérhetem Hapcit, hogy kiszúrja a Luffy-mat? Hapci? Nem, bocs. Certim vagy Certim kérdezi, hogy a Luffy színe lényeges a kísérlet sikeres véghezvitelének szempontjából? Miért? Mi a baj ezzel a színnel? Túl óvszer színű? Tudjátok mint? Nézzük mégis inkább a fizikai részt. A videóban azt mondtam, hogy a Luffy azért hűl le, mert a benne lévő levegő hirtelen kitágul, és emiatt lecsökken a hőmérséklete. Ez tény, viszont ahogy Tipsim jelezte, ez nem igazán jelentős a jelenség szempontjából. Azt írja, hogy a Luffy a hirtelen összehúzódástól hűl le, és nem a benne lévő levegő lehűlésétől, mivel annak nincs ideje és módja lehűteni. Ez pedig sokkal erősebb effekt, érdemben ettől lesz hideg a szétpukkant Luffy. Szerinte. De nem csak szerinte, mert Ábel is nagyon-nagyon hasonlót írt nekünk Facebookon. Ő azt írta, hogy méréseket is végzett ezzel kapcsolatban. A levegő ilyenkor 0,2-0,3 Celsius fokkal hűl le. A Luffy összehúzódásakor ez az érték akár 10 Celsius fokos is lehet, ehhez képest pedig az a néhány tized fok tényleg elhanyagolható. Az a durva, hogy ezen én is nagyon sokat gondolkodtam annak idején, hogy hogy lehet az, hogy a levegő hirtelen lehűlése ennyire hatékonyan képes a Luffyt is lehűteni. Az a helyzet, hogy akkoriban én ezt nem vontam mélyebben kétségbe, és azóta is ezt a magyarázatot használom. Ez pedig hiba volt. Kételkedem, tehát vagyok, vagy mit, tehát akkor ezek szerint eddig nem voltam. De akkor mostantól leszek, és kipróbálom, amit a srácok írtak. Tipsim azt írja, hogy leginkább az ajkak érzik a hőmérséklet különbséget, tehát a Luffyt az ajkak közé téve és húzogatva brutál érezni. Te most hülyének nézel, vagy ezt komolyan mondod? Tényleg? De ha nincs otthon Luffytok, amivel kipróbálnátok, vagy nem hisztek az ajkaitoknak, Ábel küldött nekünk saját hőkamerás felvételeket is, hogy mutassuk meg nektek. Szóval bocsánat a múltkori tévedésért, tehát valóban nyálkahártyapára csapódik le a Luffy belsejére, de a lehűlés nem a levegő tágulása miatt, hanem a Luffy gumiának összehúzódása miatt következik be. Kételkedjetek sokat, hagyjatok kommentet, és iratkozzatok fel a csatornánkra. Sziasztok!